A tiszaparti emlékhelynél szólalt meg reggel a harang a zentai csata 326. évfordulója alkalmából, majd a kegyelet virágait helyezték el a magyarországi, lengyelországi vendégek és a községi vezetőség. Városnapi ünnepi díszülést tartott Zenta község képviselőtestülete, amelyen a város legrangosabb kitüntetéseit is átadták. Ünnepi köszöntőt Ceglédi Rudolf polgármester mondott, aki a zentai csata történelmi jelentőségét méltatta. A zentai csata, a győztes csata meghatározta Közép-Európa, de talán szélesebb mértékben egész Európa történelmét, hiszen véget vetett az oszmán uralomnak Közép-Európában, és hát ez a vidék is elkezdett fejlődni, mind ahogy a török hódítás előtt fejlődött. Tehát ez a vidék, Mohácsig elmondhatjuk, egy fejlett vidék volt, fejlett mezőgazdaságban, iparra, jó szervezett városokkal, és hát a török hódításának mind véget vetett, egész Közép-Magyarország elnéptelenedett, ilyen ostromfölvonási útvonal volt a törököknek. A tornyosi Miklós Miklósnak ítélték oda idén a Juventus Pro Urbe plakettet. A fiatal zenei tehetség elmondta, további munkára ösztönzi ez a kitüntetés. Ez a díj számomra nagyon sokat jelent, azért, hogy folytassam azt a munkát, amit eddig is folytattam, és egy nagy motiváló erővel szolgál. Pro Urbe díjjal Mellik Zoltánt, a zentai asztali teniszklub nyugalmazott edzőjét tüntették ki. Mellik 10 országos csapatbajnoki címet nyert a helyi női csapattal, valamint a szerb női válogatott szövetségi kapitányaként is dolgozott. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy átvettem ezt a díjat. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy nagy elismerés a zentai asztali teniszklubnak és magának a zentai sportnak is. Recskó Béla munkásságát is elismerésben részesítette Zenta község képviselőtestülete. A városnapi díszülésen a festőművész és fafaragó Pro Urbe életmű díjat vehetett át. Ez a díj elismerés, ez egy valami óriási dolog. Én kívánom, hogy aki a művészet bármelyik terén foglalkozik bármivel, ezt a pillanatot át tudja élni, meg tudja élni. Nem reméltem egyáltalán, nem is gondoltam rá, hogy az idén, vagy esetleg a közeljövőben én ilyen díjat fogok kapni. A városnapi ünnepi sorozat záró akkordjaként az Entai Gimnázium előcsarnokában Szel István mellszobrát koszorúzták meg, majd a lisztjői kis Szent Teréz templomban hálaadó szentmisét mutattak be, a zentai csata 326. évfordulója alkalmából.